Csinka István volt a fekete bolytár, ő volt egy juhász, és a Jóisten megadta nekem, hogy összejöjjek egy olyan emberrel, hogy elkezdtük tervezni a Szabad Egyetemet, mint az a rendes Molnár Zsolt, aki egy elég különös ember, és amikor találkoztunk tegnap először, mert egyébként telefonban, olyan volt, mintha mindig ismertük volna egymást. Most az ő előadásra jön, és most jönnek a pásztorok, és a pásztori világa, hogy ő megközelíti, és amiről gondolkodik, és szerintem helyesen gondolkozik, de majd, hogy tényleg így van-e, az előadás után majd megbeszéljük. Jó. Te jössz. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a meghívást is. Kezdjük azzal, hogy amikor arról beszélünk, hogy kultúra, vagy népi kultúra, vagy hagyomány, akkor kinek mi jut eszébe? Milyen témakörök, milyen részei vannak, milyen elemei vannak a hagyománynak, a kultúrának? Igen. Aztán kultúra. Pásztor kultúra. Népviselet. Így van. Gasztronómia. Igen. És még sorolhatnánk, mire eljutunk odáig, hogy az ökológiai tudás, ami annak az embernek volt, aki ezeket az egyéb kultúra elemeket létrehozta, és őrizte, és alakította, arról igen gyakran megfeledkezünk. András Valami Bertalan az egyik azon néptudósok között, akik úgy gondolták, hogy a népi kultúra megértéséhez, ahhoz az ökológiai tudásra is szükség van. Na most Bartók is emlegette, Kodály is emlegette, tehát ott van ez, hogy ezzel kéne foglalkozni, csak hogy kiderült az, hogy ahhoz, hogy egy pásztornak az ökológiai tudását megértsük, ahhoz ismerni kell néhány dolgot, adok itten. Hát ezt inkább álljunk adom. Fiúk is kapjanak valami szépet. Jó. Zsolt a főnök, aki virágot adom. Jó. Te is kapsz egy ilyet. Te a tiéd, jó. Jó, tehát most akkor csak osztom a kultúrát. Jó, nekem is megkörülni. Nem ez. Ennek van virága. Ilyet a kormánynak is. Te meg kapsz egy ilyet. Ezt tették a rabok egyébként Szibériába, aki nem ette, nem jött haza, azt mondják. Hát ez pásztor mondta, hát majd kiderül majd. De melyik már? Na, majd kiderül, nem mondta. Most az elején, ha elállok mindöket, akkor mindegy jött el. Na, akkor mi van? Na, az ilyen masszívan emberek kapnak vissza a sződet. Csak a reggelt tartogatom a legnagyobb darab sződet, de tárcával adom, nem szóval lejtettem. Kinek nincs még? Köszönöm. Igen, még neked nincsen. Na, te kapsz egy ilyet. Neked megmondom, ez a veres palé. Figyeld, amikor odaérünk. Még itt nem kaptam. Nem? Úgy van, még akkor van itten. Itt van még nézős kislánynak, hol ez virágzi. Akármennyire tudom. Gyere el. Van még itt. Nem. Jaj, bocsánat. Ide gyere el, légy szóval. Tehát itt tudnék egyre sütni? Nem igen annyira. Nem? Akkor itt a sorot így jött. Aztán. Tessék. Még egy ilyen, gyönyörű palét adok. Mondanom, hogy ilyen. Ez mindegy forma, nem mindegy forma, de azért vannak ezt a hasonlóak, hogy benne lehet. Ez a vacsora. Még a kamerában nem kapok. Köszönöm is kap egyet. Mindenkinek jutott? A Zsiga kapja a tárcát itt a főnövénnyel. Na, akkor Zsigád a tiéd. Ezt megtartom magamnak, ezt a kettőt. Na, mert hogy ezekről mind hosszan tudnak mesélni a pásztorok. És például ez a növény, ez Mongóliában is nő. Legalábbis egy rokona. Amit a Zsigának adtam, meg ott van még egy darab belőle, az a tippan. Na, arról is lesz majd szó. És lelövöm a poént a végén, az előadás végén, hogy amikor arról beszélünk, hogy magyar pásztor kultúra, vagy a magyar pásztorok ökológiai tudása, akkor abból ennyi a magyar. Aztán ennyi a Közép-Európa, aztán ennyi a Európa, meg Eurázsia,
és még jut belőle Afrikának is. Tehát amikor Afrikában beszélgetek egy pásztorral, akkor olyanokat mond, amit a magyar pásztor is. Tehát nagyon érdekes, hogy ennek a magyar pásztor kultúrának van egy magja, ami úgymond itt született, nem, ami igazándiból itt jellemző a világon, és vannak óriási szeletei, amik összekötik ezeket az eurázsiai népeket, sőt a világ összes pásztor népét. És én arra készültem, hogy nem fog esni az eső, mármint nem arra készültem, hogy esni fog az eső, csak nem gondoltam, hogy esni fog. Ezért betettem oda föntre egy sinkai idézetet, ami a kiszáradt pusztáról szó. Azt mondja a Sáfián Laci, hogy a kutyatejet is eszi most már a birkája. Tehát olyan mértékben sült ki a mező, hogy már a kutyatejet is rágják, amit amúgy nem szoktak. És... Minden növény jó valamire egyébként. A dínesiek azt vallják, hogy régen tudtak beszélni a növények, és szóltak az emberhez, és mindegyik növény elmondta, hogy mire jó. Csak aztán nem jegyeztünk meg máig mindent, és ezért vannak olyan növények, amik már nem elfelejtette az emberiség, hogy mire jó. És ez egy nagyon érdekes megközelítés. Ez kicsit azt mutatja, hogy régen többet tudtunk az egyes növényfajokról, mint mi, mint ma. Ma a tudomány nagyon sok mindent tud, de bizonyos dolgokat csak az ember tudja, aki, mint Sinka, évtizedekig kellett megélnie egy adott biomasszából. Jó, mondjuk most így. Már manapság már tüzelő vagyok a biomassz, de úgy mondják a frámok. Igen. Veres Péter azt mondta erre a népdalra, hogy Pásztor Zsoltár, és hát pontosan nem tudom, hogy miért mondta, de hogy valamire ráérzett, az biztos. Most ezt nyilván ismerjük, meg énekeljük, meg most ez idén nagyon aktuális, de ha megnézzük a magyar népzene tárát, hogy ez a dal milyen szövegváltalatokban létezik, akkor valami érdekesre rá fogunk jönni. Az egyik az az, hogy alapvetően a tóból és a rídből szárad ki a víz, meg a sár. Egyszer van egy tó, meg egyszer van egy patak. Ez egyébként 52 népdalnak az összegzése. Ha megnézzük, hogy mi történik attól, hogy kiszáradt a tóból, hát alapvetően a gulya, de ott van a nyáj is, meg a konda is, meg a birka is, az a gulyásra néz. Ezt úgy mondják a mai pásztorok, hogy a jószág tőlem vár. Tehát a felelősség ott van, tőlem vár. És ha megnézzük, hogy mit kér, na az egy érdekes dolog. Pont azt kéri, ami ma történt. Csendes eső. Kicsit melegebbet várt, vagy melegebbet kérnek, valaki meleg. Alapvetően csendes esőt. Tehát nem vihart, meg záport, meg dörgést, meg egyebeket. És mi lesz akkor, hogyha meg lesz a csendes, szép eső? Akkor most az éresik, most már ezt csináltuk? Igen, szerintem egyszerűen tegnap még csak készültem az előadásra, ma pedig beszélek róla. Szoktam erre a tájra esőt hozni egyébként, ezt a pásztorok is mondták. De ha megnézzük, hogy mi lesz ebből, akkor rájövünk, hogy nem mindenki tudja. Mert az, aki így énekelte, vagy így írta le, az pontosan nem értette a nótát. Mert nem legelőtt mezőt, mert a hortobágyi pásztoroknak a értelmezésében a legelő az egy terület. A mező meg az a növényzet, ami rajta nő. Tehát egy legelő lehet, hogy gyenge a mező. Idén gyenge volt a mező, a jó legelőn is. Tehát ő jó legelő mezőt kérnek. Jó legelőt nem lehet kérni, mert a legelő az fixen telkes, vagy szíkes, vagy laposas, de mezőt kérnek, jó mezőt. És ha megnézzük, hogy ezt mivel éneklik együtt, mert azt kerestem, hogy akkor még biztos van még egyéb ilyen ökológiai izgalom ebben a történetben, megnéztem, hogy mivel házasodik még ennek a dalnak a szövege, mivel bokrosodik. Hát alapvetően szerelemmel bokrosodik, tehát több ilyen ökológia már nem nagyon van benne. És egyébként is jellemző a magyar népdalokra, hogy viszonylag kevés benne az ökológia. Amit annak gondolunk, az sem biztos, hogy az. Most gondolok itt a Szilvára, a Rozmarinra és a Rózsára. Sziasztok.
Amit mondtam, hogy amit mi itt a Hortobágyon, vagy itt a Bihar mentén nyírségben látunk a Hortobágyok tudásában, a fásztorok tudásában, az egy sokkal nagyobb világegyetemnek a része. Mutatok néhány képet, hogy itt Eurázsiában élnek másféle pásztorok is, másféle jószággal részben. A hagyomány és a modernitás az összeér. Ezek most pont nem egyébként, de az összes többi az lesz. Ez már a fiam fotója. Ezt Perzsiában csináltam. Ott ez egy legelő, meg egy mező. Ez. Ez. Képzeld el. Képzeld el, olyan messze van a himeszlan növények, hogy ha el akarsz egyik, akkor ugrani kell a másikig. Az azért már... És hogy lesz abban mező? Hát úgy, hogy a pásztor azt tudja, hogy melyik bokrot mikor lehet lelegeltetni. Mert valamiket akkor lehet, amikor éppen virágzik, valamiket akkor, amikor megfagyott, és ezt tudja a pásztor. Na, erről fogok még mesélni, jó? Ezen a képen, ami ott zöld és bokor, az nem ehető, csak 3 hétig. És akkor kell legeltetni. Amúgy pedig, hogy közte el kell sétálgatni. Ez is egy iráni táj, sok-sok legelővel. Ez meg gyimes. Hát ez látszik. Ezen látszik. Itt voltunk Prezsmer Csabával, ő 18 éves fiú volt akkor, és itt megállt, azért csináltam ezt a fotót, mert ő így megállt, és azt mondta, hogy milyen szép. A jobbos tehenekre mondja. Na, lát. Ott van a tudás. Mert hogy itt, ha megkérdeznénk egy embert, hogy mitől szép ez, akkor nagyon sok mindent lehetne ezt most megbeszélni, de én megkérdeztem a Csabától, hogy és mi itt a szép? Azt mondja, van sok ló, van sok marha. Nyilván az egyeskő. Hát ez is zsímes. Aztán valamikor erdőben legeltetnek. Aztán van olyan ország, hogy egyetlen egy legelője van. Ez Mongólia. Az egész. Az egész. Azt mondta a Sáfián Laci, most vele voltam kint Mongóliában, hogy milyen érdekes, itt a számok vannak elkerítve, nem a legelők. Hát mondom, igazad van. Aztán, ha járja az ember a világot, úgy lát olyan dolgokat is, amik vagy vannak itthon is, vagy voltak itthon is. Tehát én például azért kutatok Perzsiában meg Mongóliában, hogy megismerjem a magyar alföldet. Mert itt kapok olyan tudásokat, információmorzsákat, bölcsességeket, amiket aztán itthon tudok kamatoztatni. Itt például szúnyog ellen füstölnek. És valaki azt mondta nekem, hogy azért jó ganéval füstölni a szúnyog ellen, mert nem csípi a szemet. Úgyhogy fogtam, beleálltam ebbe a füstbe. Jelentem, nem csípi a szemet. Ez egyébként hogy is van, ez Baragán, tehát ez Dobrudzsától nyugatra, Bukarestől keletre van. Baragán. Aztán itt éppen lasszóznak, ugye? Amit nálunk pánybának mondanak, ez bőrből van egyébként, ez Mongólia. Ott pedig lent ugyanez a srác botos pánybával csinálja a dolgokat. Élőben lehet látni akcióba. Vadlovak? Hát fél vadlovak, szilajok. Ezek szilajlovak. És aztán vannak olyan helyzetek, amikor az ember azt hiszi, hogy otthon van. Ez a baloldali, ez szintén egy mongol zsombékos, és hát nagyon hasonlít a magyarországi zsombékosra. Ecsegen is van ilyen. Tessék? Ecsegen is van ilyen. Ecsegen is van ilyen. Egyébként ez a jobboldali zsombékos giliszta csinálja. Tehát van benne egy olyan fekete giliszta, ami nem, hogy nem bújik ki az esőre, hanem kibírja a vizet. És ahogy a pásztorok mondják, a zsombik tetejére ürítkezik. Tehát ugye a giliszta tudjuk, hogy megeszi a talajjal együtt, a növényzettel együtt a talajt is, és aztán az kiürítgeti, és egy 3-4-5 év alatt egy ilyen zsombikot csinál. Ennek mindenféle egyéb izgalmával, amiben most nem megyek bele. Aztán vannak olyan dolgok, amiket mi el sem tudunk képzelni. A mongoloknál
világnézetük szerint nem csöppenhet vér a földre. Tehát ők úgy vágják le a jószágot, hogy nem csöppen vér. Na de nincs fa, amire fölakasszák. Tehát akkor a földön kell nekik, a gyepen kell nekik ugye levágni, ezért a hasán vágja föl, és a fő ütőeret szakítja el. És 3 perc múlva már alszik a birka. Teljesen más logika, mint ahogy mi csináljuk. Az, amiben a világ minden pásztor egyetért, hogy szeretni kell a jószágot, és jó kell tartani. Tehát hogy ez a lényege. Tehát mindenféle pásztortánc, pásztordal, cifraszűr és suba után vagy előtt az a lényeg, hogy a pásztorok a világnak azon a részein élnek, ahol nem tudunk szántót művelni, szőlőt vagy gyümölcsöt termeszteni. Ezért az ott levő zömmel füves növényzetet alakítjuk hússá a jószág segítségével. Tehát magyarul ehetetlen, ember számára ehetetlen valamiből csinálunk egy ember számára ízletes valamit. Ez a pásztortudomány. Az összes többi ez körítés. Az összes többi körítés. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a pásztor hagyományokat a színpadon őrizzük meg, akkor ez csak a körítés. Tehát a pásztor hagyományok addig működnek, ameddig fűből húst tud csinálni valaki. Pásztorról legetetésen mutatom majd, hogy mibe különbözik a... Csak simán elkerítem a jószágot, hadd egyék, attól, hogy legeltetve van pásztorolva. Kicsit nézzünk bele a tájba. Ez Mőz Gusztáv mondta ezt a gondolatot még talán a 10-es években. Ugye ez a nagy semmi. Ezt ugye tudjuk, hogy itt aztán semmi nincsen. Addig, amíg így nézzük a pusztát, addig ilyen nagyon egyhangú. De ha belemegyünk, mondjuk csak emelkedjünk meg egy kicsit, akkor már rögtön kiderül, hogy ez a vízszintes semmi, ez egy nagyon mozaikos dolog. És akkor csináljuk egy olyan trükköt, hogy ezt a tájat alakítsuk át úgy, hogy ami zöld, az legyen piros, ami ilyen talaj, az legyen fehér, és ami víz, az legyen fekete. Jó, átszínezzük ezt a tájat, és kapunk egy ilyen tájat. Tehát ez a nagy semmi, ez a hortobágyi egyhangúság, ez a műholdról egy ennyire foltos tájjá alakul, ami ugye azért fontos, mert hogy itt mindenhol terem valamiféle fű, és abból kell húst csinálni. És az, hogy melyik fűből, melyik típusú legelőből hogyan lehet húst csinálni, na, engem ez érdekel. És akkor ez ugye a pentezug itten, balra az ám, jobbra a angyalháza. De hogyha megnézzük, hogy ez a mozaikosság, ez meddig jellemző a körülöttünk levő tájba? Hát nyugat felé nem nagyon, kelet felé, Urallábánál ugyanúgy néz ki ezek a növények. Ki fogja ezt a növényt? Nem, ez az üröm, ez többeknek adtam ilyen ürmöt, ez ugyanaz a faj. Nem, az ott az. Az az üröm, az amely karácsonyfának néz ki, ez ugyanaz a faj itt. Ezek a vakszíkek ugyanúgy néznek ki, mint itt. Ez pedig Mongólia, ott már kevesebb a hasonló faj, de ott is százával vannak rokonfajok. Tehát ez a foltosság, amit hasznosítani kell, ez megint eurázsiai jelenség. És amit a hortobágyi pásztor tud, ha őt átraknánk ide vagy oda, mondta is egyik pásztor egy ilyen fotóra, egy mongol fotóra, hogy hát itt nem térednék el. Tehát, hogy ők értik ezt a tájat, már fotóról is értik, hogy itten ez valami rokon dolog. És most itt csak rajzoltam egy ilyen krikszklaksz grafikont, hogy nem elég, hogy foltos ez a táj, hanem ez időben is foltos. Ha most kimegyünk a Hortobágyra és megnézzük, hát ott van az a tippan, amit adtam, 2 tippan, hát abból aztán sokat lehet legelni, ha belegondoltok, miközben ez a növény ekkorát tud nőni zöldet. Tehát a pásztornak mind térben, mind időben meg kell küzdenie a sokféleséggel. És többek között úgy küzd meg vele, hogy mindennek nevet ad. Tehát amikor a pásztor tanítja a bojtárt, akkor azt részben szavakkal tanítja.
És akkor ez csak egy darabkája a Nagy Iváni pusztának, és nézzétek meg, hogy és még nem is írtam föl rá minden növénynevet, vagy minden típus nevet. És amint persze mosolyogtok, az pedig egy reliktum szó, hiszen a bosz-basz szavunk, az a törökből jön, és azt jelenti, hogy nyomni. Hogy a boszorkány nyomja, vagy pedig más típusú nyomásról van szó, az már más kérdés, de hogy ez a szó föntartotta az eredeti jelentést. Onnan tudom, hogy ennek a eredeti jelentése az, ami, azt később fogom megmutatni. Most még először megmutatom az összes növénynevet, vagy majdnem az összeset, amit találtam. Tehát az a hortobágyi nagy sömmi, ami egy felszínes sétálónak nagy sömmi, azt a pásztorok ilyen gazdag szókincsel írják le. Nem olvasom meg el, keresgessetek bele a szavakba, nézzétek meg, melyiket ismeritek, melyiket nem. Mindennek van neve, és nem csak, hogy mindennek van neve, hanem bizonyos mozaikoknak is külön neve van. Tehát aki ezzel a szókincsel tud beszélni a legelőről, és az a kutató, aki érti ezt a szókincset, ugye azt tudja igazániból értékelni a pásztorok tudását. Na és akkor visszatérünk a bíbicbasztafődre. Ha megnézitek a szinonímiait, akkor az derül ki, hogy ez egy bíbicfészkelős, bíbicpárzó hely. Ez nem a bíbic rontotta el ezt a helyet, mint esetleg gondoltátok még 3 perccel ezelőtt, hanem ez egy fészkelő terület, és egyébként minden madarász tudja, hogy ez így is van. Tehát, hogy ez jogos. Az egy aranyos dolog, amikor kérdezgettem pásztorokat, hogy mi jut még erről a szóról eszükbe, azt mondja, hogy tikka szöcske nyájag. Tehát, hogy a... Igen. Egyébként 4 ember értette a szikes pusztát úgy jobban az irodalmat alkotók közül, Petőfi, Arany, Csinka és Veres Péter. Tehát ha őtőlük olvasunk valamit a szikes pusztáról, lehet, hogy az metaforikus és szimbólumokkal van még megspékelve, de hogy ökológiailag is igaz, abban biztosak lehetünk. Tehát ez fontos dolog, hogyha egy költő természeti képeket használ, de ökológiailag értelmetlenül, az egy kicsit olyan nekem fura. Ma például pont hallottam egy magyar nótát, amiben egy gúnár 12 menyecskére vigyázott. Hát aki látott már vadlibát, az tudja, hogy ők párba járnak. Nincs olyan, hogy egy gúnár és 12 menyecske. Na most, a könyvemnek majdnem ez lett a címe, hogy nem mindegy kitámasztja a botot, de aztán leszavazták. De pedig ez a lényeg, amikor ugye a pásztor így áll a botjára támaszkodva, akkor ő ugye monitoroz. Méghozzá azt monitorozza, hogy melyik egyed, hogy táplálkozik. Az ugyanolyan, mint egy tanár bemegy az osztályba, és így 5 perc után már tudja azt, hogy melyik gyerek aludt, melyik gyerek beteg, melyik gyerek nem írta meg a háziát. Ezen nem csodálkozunk, de azon csodálkozunk, hogy a pásztor 100-200-300 jószággal ugyanezt meg tudja csinálni. És azért tud jól legeltetni, mert minden egyes jószágról tudja, hogy mit kéne csinálni, és mit csinál most. Tehát egy állandó visszajelzése van, hogy mi történik. Nem csak úgy általában legel a jószág, hanem célirányosan tudja, hogy melyik egyed mit gondol a legelőről, ahol éppen van. A másik, Dudok András van a képen, ő pedig Tóth Gyula bácsi, hogy én a jószág száján át látom a legelőt. És egy botanikusnak, mint aki én vagyok, pont ettől izgalmas a dolog, hogy én botanikusként látom, vagy magánemberként is persze látom a növényzetet, ő viszont nem pusztán közvetlenül nézi a növényzetet, hanem a jószág száján keresztül. És ezért mást tud az egyes növényfajokról, az egyes legelőtípusokról, mert neki ez az indikátora, nem az, hogy most szép vagy nem szép. Igen. Mi határozza meg, hogy egy pásztornak milyen ökológiai tudása van? Hát egyrészt az a környezet, amiben benne van, az a jószág típus, mert a birka mindenhol birka, a kecske mindenhol kecske, a marha mindenhol marha. Nagyon erősen befolyásolja, vagy befolyásolhatja a kultúrája, de majd pont hozok példát arra, hogy nagyon nagy része a
pásztortudásnak kultúra független. Mert hogy a táj és a fű meg a jószág definiálja a tudást, vagy igényli a tudást, és nem a kultúra. És hát persze nyilván azt, hogy mindannyian egy állatfajhoz, vagy egy emberfajhoz tartozunk, az is befolyásol minket. Most mit csinál a pásztor? Ugye ezt már mondtam, hogy alapvetően húst és tejet állít elő. Ezek magyarországi pásztoroknak a mondatai, párba fogom tenni a mongolokkal. Az a lényeg, hogy őszre ugye egyből kettő legyék. Ne ott legeljen, ahol ő akar. Ettől legeltet a pásztor, ugye ez egy műveltető ige. Nem legelni hagy, hanem legeltet. Éjszaka is azon jár az eszem, hogy hasznosítsam a legelőt. Mongóliában egyből kettő legyen, szó szerint ugyanezt mondták. Reggel viszem a füzesbe, egy ilyen kis bokorfüzes, mert az jó neki a gyomrának. És éjszaka is azon gondolkodom. Éjszaka is azon jár az eszem. Tehát ilyen szinten tud egyezni a pásztornak a gondolata. Ez persze nem meglepő, ha most így belegondolunk, de azért, amikor először hallja az ember, akkor azért mégis meg szoktam ütődni. Ami nagy különbség a mongolokkal, hogy ők nem esznek bárányt. Tehát ők kifejlett állatot esznek. Nálunk pedig a bárány az egyik legfontosabb piacképes portékány most a pásztoroknak. Na, egy kicsit tudománykodunk. Egy francia kutató pásztorokkal dolgozott együtt, és rájött arra, amit minden pásztor tud a világban, de ez a Michel Müller írta le először. Egyébként én is nála olvastam úgy, hogy leessen ez a gondolat. Előtte csak morzsákat láttam, és nem állt össze bennem. Az a lényeg, hogy ez a bonyolult ábra azt akarja mutatni, hogyha van egy legelőnk, akkor azon a pásztor tudatosan teszi ide-oda hamoda anyáját, és akkor elmondom magyarul is, egy félnapos történet, egy reggeli vagy egy délutáni legeltetés. Kell kezdeni valamivel. Van egy előétel. Hát ez a bolgároknál a sopka saláta, ugye nálunk esetleg egy pálinka, vagy valami, de az a lényeg, hogy valamivel el kell kezdeni az étkezést. Utána jön a főfogás. Általában az szokott lenni, hogy megunja egy idő után. Tehát amikor egy fejlett dolog van előttünk, akkor egy idő után azt mondjuk, hogy most már abból nem eszünk többet. De hogyha a házigazda trükkös, akkor valamivel megkavarja így a gondolatainkat, meg tefelünk valami nagyon-nagyon finomat, de csak rövid időre, vagy valami nagyon-nagyon nem finomat, de csak rövid időre. Ettől úgy, ugye, kapunk egy csavart, és akkor jött a második nagy fogás. És így veszi rá a pásztor, hogy többet tegyen a jószág, és jobbat is, mintha magától legelne. És Afrikában ugyanezt találták. Tehát a pásztorolt jószág, az többet és jobbat teszik, mert hogy mi a cél? Hát a hús, meg a tej, meg a bárány, meg a borjú. Tehát a pásztorolt jószág az jobb karban van, mint hogyha csak magától legelne gyepen. Ez nekem, mint biológus fura, hogy a jószág nem tudja annyira, mint amennyire a pásztorat. Csak kicsit is gondoljunk bele, hogy mit szeretne enni a gyerek 11-kor vasárnap délelőtt. Biztos, hogy olyan csokit, amitől aztán az ebédet már nem kívánja annyira. Tehát a gyerek sem tudja pontosan, hogy mit kell neki ahhoz enni, hogy egészségesen táplálkozzon. Na, ugyanígy van a pásztor. Na, és akkor a pásztor azért aranyos ember, a végén még egy kis desszertet ad a jószágnak. Hazafele útra még el van tartalékolva valami olyan legelő, ami olyan finomabb. Amikor ezt elkezdtem magyar pásztorokkal átbeszélni, akkor mindenkinek megvolt erre nagyjából a sztoria, és ugye tudjuk is, hogy a jószág ismeri a járását, hogy milyen módon járja körbe a legelőt, és hogyha az illető egy tudatos pásztor, és nem csak az befolyásolja a járását, hogy humban a mesdje, hanem van itt ennek is fizika is benne, akkor ez a járása. És akkor ugye a 2-3 hétig ugye járja a járását. Aztán ugye másik, változik az időjárás, változik a mező, jön egy másik járás. Azt a subás pásztort a Tordai úton fotóztuk. A Szebenpolyáni vásárban, ugye mi déli Kárpátoknak az északi lejtőjén van, ott olyan mennyiségben árulják a subát, hogy az ilyen, hát nem pont IFA teherautó, de amikor az IFA teherautó platóján van, így halomba mondjuk 80 darab suba. Tehát ott még van őszi-téli legeltetés Romániában, ott a suba még a mai napig munkaeszköz, és nagy mennyiségben árulják.
Na most, miután én botanikus vagyok, na, el tudom indítani. 2 másodpercet fogok mutatni fél percbe, jó? Vagy 3 másodpercet. Ugye a marha az a nyelnyivel leszik. Ez képerje volt, amit most evett. És ezt a növényt figyeljük, ezt. Ezt úgy hívják, hogy festőreketje, nem szereti a marha. Hát megeszi, vagy mégse. Jó? Ezt én mindig 2-szer szoktam megmutatni. Hogy lássuk, hogy ez nem véletlen volt, hanem ez valahogyan benne van. És pontosan nem tudom, hogy látja, szagolja, hogy a nyelvével már valamilyen mértékben érzi, és úgy tudjuk, hogy senki nem tudja, hogy pontosan mit is tudom arra erről. Mindet egyszerre. Az is lehet, mindet egyszerre, de nem tudjuk. Az a lényeg, hogy a tudomány ezzel nem foglalkozik. Megint kikerül. Na most én ezt csináltam elég sokat, hogy így néztem a marhát, hogy mit csinál. Úgyhogy az egyik tanítómester volt. A Sinkának volt a Petőfi, a Tolsztoj és a Jézus. Nekem az egyik tanítómesterem ugye a marha. Tehát elkezdtem tanulni tőle, hogy ő mit gondol a világról, és ez hogy tudja nekem megmutatni, hogy itt is éppen látszik, hogy éppen eszik. És akkor azt csináltam, hogy egy pásztorral, a Máté Janival összefogtam, és közösen kitaláltuk, hogy hogyan tudom azt minél többször megnézni, hogy amikor a növény egyet találkozik a marhával, akkor mi történik ebben az egy-két másodpercben. És erre van 33 ezer adat összesen, annyit sikerült összejegyzetelnem. Tehát ennyiszer láttam egy növényfajt találkozni egy marhával. Összesen 117 növényfajra van elegendő adat, ami azért elég sok. És a következő 10 dolgot csinálja a marha, amikor találkozik a növényel. 5 olyan eset van, amikor végül meg fogja enni. Egyik esetben lép még egyet azért, hogy azt a növényt egye meg, és ne egy másikat, vagy a fejét odafordítja hozzá. Van olyan, hogy megáll, és azt a növény egyedet szépen türelmesen eszi. Van olyan, hogy csak akkor eszi, hogyha valamihez hozzá tudja enni, és valamikor csak úgy csipked belőle, és soha nem áll neki. Vagy... Igen, például ezek között vannak gyógynövények is, de ennél még izgalmasabb a kép, de ez az egyik oka ennek. És akkor megnézzük, hogy melyiket milyen gyakran figyeltem meg, összesen az esetek hány százalékában, akkor látszik az, hogy van egy ilyen gazdaságossági dimenziója a marhának, a lépés meg a fejfordítás, hogy ez mind időt igényel meg energiát, azt ritkán csinálja, alapvetően a másik 3 tevékenységet csinálja. Na most, hogyha azt nézzük, hogy amikor nem etszi meg a végén, akkor mit csinál? Van olyan, hogy így odafog a növényre, de elengedni. Van olyan, hogy láthatóan hogy szagol valamit rajta, de aztán nem eszi meg. Van olyan, hogy egy ilyen mozdulattal így kikerüli. Van olyan, hogy bekerül a szájába, és hagyja, hogy kiessen a szájából. És van olyan, hogy bekerül a szájába, és megáll, és addig, amíg ki nem tudja rázni, addig nem megy tovább. Na most mit gondolunk, hogy ezeknek milyen gyakorisága volt? Melyik volt ebből a leggyakoribb, legritkább? Hát mennyi növény volt? Hát mindig a... Mindig a rákozott, amit nem akart meg... Leggyakoribb a rászagó. Rászagó. Mondtam, hogy gazdaságos a marha. Tehát megtanulja. Arra már rá se szagol, amiről tudja, hogy nem. Alapvetően elkerüli. A szemét is használ. Az, hogy miről dönti el, hogy azt ki kell kerülni, ezt még tényleg nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy a szeme is, meg a szaglása is biztos, hogy szerepet játszik benne. A lényeg az, hogy amit látunk ebből, hogy nagyon sokféleképpen tud viszonyulni. Azt szoktam mondani, hogy a marha biztosan egy jó botanikus. Mert különben nem tudna hatékonyan legelni. Hű, én elfelejtettem valamit.
ott áll a parmezán. Nem? Azt igen. Igen. Bocsánatot kérek, mert hoztam egy kis olvasnivalót itt magamnak. Ezen a képen, ez ugye nem egy szokványos kép a egy nyájról. Mi az, ami ezen a képen fura? Összevetve. Meg vannak terülve. Aha. Igen. És még egy érdekesség van rajta. Közben van valami fetványosan. Hogyha művész fotózza a jószágot, akkor nagyon gyakran a tekintetet fotózza. Olyan képeket látunk, ahol látszik a birkának vagy a marhának a szemmel szája. Ezen viszont nem az van megfotózva, ami a művésznek tetszik, hanem ezen az van megfotózva, ami a pásztornak tetszik. Mindegyik eszik. Mindegyik eszik. Így van, ezt a fiam csinálta, egy Matula bácsinál, aki Dobcsák Jánosnak hívtak, vagy hívnak, ugye Agós Gergőt az többször hozta színpadra. Ez a Matula bácsi mutatta meg Ábelnek, hogy ne ezt fotózni. Ezt tetszik. Na most, ha belegondolunk, hogy 3-400 jószágot rávenni arra, hogy egyen, az is egy tudomány. Na most akkor legyen egy kis sinka. Én nem tudok szépen felolvasni, de azért tartalmilag felolvasom. Nyilván Fekete Bojtár vallomásaiból. Eltérítgettem a falkát a két puszta határárka mellé, és állást vertem. Száraz gaszt és gajakat szedtem össze, egy darabig eltüzelgettem. Aztán rám vettem a szűrt, amíg csak meg nem csattant a hajnal, pásztorítottam a falkát, hogy az új álláson megmaradjanak. Tudtam, hogy ha 3-4 éjszaka így csinálom, azután nyugton maradok. A falka megszokja a helyét, és nem mozog el. Mindig csak hajnalon, amikor már jól leszállt a harmat, akkor szundikáltam el. Csak összekucorogva, és ott, ahol a leggöröngyösebb volt a talló, hogy az álom rövid és éber legyen. Rájöttem, hogy a pásztor nem akkor alszik, amikor álmos, hanem akkor, amikor a jószág álmos. Tehát ilyet tényleg csak azt tud leírni, aki ezt belülről tudja, aki ebbe beleszületett. Ennek a darabkáit egyébként pásztoroktól nagyon szépen lehet gyűjteni, ők szóval nem tudják így összerakni a történeté és ilyen szépen megfogalmazva. A tippan, amit ugye adtam nektek. Úgy mondják a kazakok, hogy tipcsak, a mongolok azt mondják, hogy bottyul. Tehát ez is egy eurázsiai növény. Nem pont ez a faj, ez a pseudovina, hanem más csenkeszfajok. És hát amit mondanak róla a pásztorok, az fantasztikus, mert azt mondják, hogy a hortobágy lelke. Amit egy ekkora fűre azt mondani, hogy a hortobágy lelke, ez ugye valamit sejtett. És van egy vers a Veres Péternek, amiben Veres Péternek megmutatja a fű ismeretét. Ez a nem lehettél, ha nem lehettél szálfa. És felolvasom, mit írt a tippanról. Szóval, nézd csak a tippant, a szikes puszták apró bokrait. Nyár végén kiégnek, és még torsaikat is porrá veri ezernyi birkaláb. Ebből hoztam két példányt. Tavasszal mégis kibújnak, spici magvaikkal telt zászlóikat vígan lengetik a sovány pusztai szelek. Ennek a növénynek az egyik legfontosabb tulajdonsága az a megújulás. A legtöbb fű az olyan, hogy ha egyszer leszárad, akkor már nem igazán tud megújulni. Ez meg tud újulni. Hát mindent mondanak róla, hogy akkor is hízik rajta, hogyha már leszáradt. Télen is megeszi. Úgyhogy tényleg ez az egyik legfontosabb növénye a hortobágynak. Vegyünk egy másik növényt. Ezt a legtöbben, aki kertben már gyomlát, az ismeri a tarackokat, ugye a két font. Megvan? Most kínálódok fel. Nagyon jó. Melyik tarackkal? Ezzel a tarackkal, vagy majd a következővel? Mindjárt kiderül. Egyébként azt mondják róla a pásztorok, hogy ha a kemencére földobják, akkor tavasszal még kihajt. És szerintem ez igaz. Erről azt mondja Veres Péter, hogy vagy nézd a perjét, hiába fordítja ki eket, hiába tépisz szét a kegyetlen borona,
ahová kerül, ott ragad, gyökerei mindjárt új szálakat eresztenek, lekötnek, tanyát vernek, és holnap a gazda szemébe nevetnek. Hát aki már gyomlát olyan tarackost, amit éveken keresztül kellett gyomlálnia, akkor tudja, hogy ez mit jelent. És akkor van ez a másik tarack, ebből nem hoztam be, de itt a járda túloldala már rögtön ezzel a tarackkal van belőve. Na most ugye ugyanúgy tarack, ugyanúgy a föld alatt kúszik, de a pásztorok ennek ellenére legtöbben megkülönböztetik, és a Veres Péter is. Azt írja, hogy nézd a tarackot, nem árthat annak se aszály, se árvíz, se fagy, se tűz, hiába perzselik azt fönt, és hiába vagdalják alant, tehát mint hogyha ilyen talajszelvényt csinált volna, úgy néz ki. Tavasszal nem mozdul, azt hinnéd kihalt, pedig az alatt ott lenn a mélyben ágakat ereszt, acélhegyű gyökerével bejárja a sívó homokot, az örgő kapicsot, a sovány anyagot, épp úgy, mint a bujatelevényt, szorgosan furkál, terjed, telepít, és mire a tavasz virágzó füvei szárazra, mire a tavasz virágzó füvei száraz avarrá válnak, ő vígan zöld el újra, és buja sűrűségét felmutatja a nyárnak. Amikor majd megyünk kifele, nézzétek meg, hogy gyönyörű zöld ez a típusú tarack. A lányok kapták ugye a... Ki minek híja? Vasvirág. Vasvirág, nagyon jó. Én vasfűnek is. Vasfű, igen. Más név? Sziksófű. Sóvirág, így van. Az Árva és Annyi bácsi azt mondta, hogy ez az igazi pásztorvirág. És a Veres Péter, nem tudom, most láttátok egy a kocsiból az elmúlt hetekben, hogy úgy néz ki most, hogy ki van sülve az egész mező, és akkor ez meg ott lengedez így ezzel a... Na hát Veres Péter, vagy nézd a sziksalátát, ez is a neve egyébként, ez is az egyik neve. A lekaszált ájult füvei közül kiugrik hirtelen, és ehetetlen kórójának örök lila virágával fenntartja az életet a halott mezők felett. Veres Péter azért érdekes, mert hogy ő cselédként tanulta az ökológiát, mármint a valóságból, és utána íróként megírta, ugyanígy Simka is. Tehát amit ők tudnak, ők nem iskolában tanulták az ökológiát, és ezért nagyon hasonlít az ő világképük a pásztorokéra. Na hát van egy olyan picike kis növényke, ami messziről így néz ki, nagyon közelről meg így néz ki. Ilyen közelről nem tudtuk megnézni, mert nem hajolok le hozzá. Tavasszal minden itt a környékbeli faluban, az útszéleknek a kis taposott részén ott lesz ez a növény. És amikor sok van belőle, akkor azt mondják a pásztorok, hogy akkor gyenge lesz a mező. Tehát ez egy ilyen időjárás, meg mezőminőség indikátor. Aztán elkezdtem mesélgetni ezt külföldi kollégáknak, és kiderült, hogy Lengyelországban is, meg Észtországban is szegénység fű a neve. Ott nem a legelő mezőt jósolják, hanem a búzatermést, ami úgy nagyjából biológiailag hasonló igényeket jelent. És hát Csinkának is ez volt az egyik kedves virága. Sajnos nem írja le, hogy pontosan miért, de szerintem, amit az Andrástól hallottunk, tavasszal nyílik, pici, a szegény nyarat jelzi előre. Azt gondolom, hogy valami ilyesmi járhatott a Simka fejébe. Mongoloknál van egy picike kis növény, egy ekkora kis pankalin, ugyanazt mondják róla, mint a mi pásztornék a korpafűről. Ez pedig az a jelenség is lehet, ami a Szent László füve, ami Kárpát-medencében mindig az a növény, amelyik ottani keserű növény, általában tárnicsféle, de amilyen tárnics ott van, az lesz a Szent László fűve. Na hát, ebből hoztam többeteknek. Valakinek ezt a növényt adtam, a fodros parét, valakinek meg a veres parét, akinek ilyen cirálás levele van a növényének, az fodros paré, akinek meg ilyen hosszú levele van, annak meg a veres parét adtam. Csak hogy érezzük azt, hogy ezt a pásztorok így rutinból így elkörnítik. És vannak még további paréjok, a disznóparé, meg a bondor, meg a fosóparé. A fosóparé nyilván azért fosóparé, mert fosik tőle a disznó. És azért kell ennyire megkülönböztetni őket, mert különböző a hatásuk a jószágra. És egy újvárosi bácsi mesélte nekem, hogy
hogy ezt fölismerték, egyébként latinul is poén, egy Atriplex tatarika, tényleg Tatárországban is nő, Szibériában is nő, gyomnövény, tehát a lágerekben is ő ott volt, és fölismerték, és szedték a zsebükbe, és amikor kapták a lencselevest, ugye, ami állt nagyjából 300 lencse, meg egy liter forró víz, abba beledobálták még forrón, hogy egy kicsit úgy megfonnyadjon, egy blansírozásszerű gyors elkészítés volt, és azt mondják, hogy aki nem ette, nem jött haza. Tehát ennyit arról, hogy egy növény ismerete az mondjuk a túléléshez hogyan tud hozzájárulni egy váratlan helyzetbe. Tippan. Itthon, Bottyul, Mongóliában. Ezeket már részben ugye mondtam, nem mondtam. Ilyet mondanak, hogy erre iszik, ezzel tűr. Mert ugye ameddig iszik a jószág a legelésre, akkor addig evett is, és tartalmasat evett. És Mongóliában azt mondták, hogy a legjobb, amit a jószág ebben az országban találhat magának, az a bottyul. És ez a második mondat, hogy ne ez a bottyul, ez irtincott éppen növényeket osztályoz, kapott 40 darab fotót, olyan növényekről, amiről tudtuk, hogy ő ismeri, és kértük, hogy csoportosítgassa különböző szempontok szerint, ő dönti el, milyen szempontok szerint. És fél óráig ez így ment ez a játék, hogy rakosgatta őket ide-oda, és amikor van végzett vele, akkor megfogta a tippant, és azt mondta a tetére, hogy na, ez a bottyul. Tehát, hogy a hortobágy lelke, ugye? Tehát az az erő ebben a kicsi-kicsi növénykében, amit a hortobágyi pásztor is érez. Mert hogy a tehén meg a birka ugyanaz, a tippan és a bottyul is ugyanaz. Na most, én most kérnék egy időt, hogy körülbelül mennyi időnk van. 24 van, tényleg. És mikor kezdtünk? Hát. Jó, még kicsit mesélek, és akkor abban hagyom, jó? Ez egy márciusi fotó, háromféle fű, háromféle név. Tehát ilyen szinten ismerik a pásztorok a füveket. Időnként nekem is le kellett hajolnom, hogy beazonosítsam, hogy most mire mondták olyan biztosan azt a nevet. És összesen, amit eddig találtam, az közel 30 féle fű és sás, amit a hortobágyi pásztor megkülönböztet. Tehát ebből át lehet menni a biológus szakon, a növénytanon, tehát ekkora ismerettel. Na most egy mai szerzeménynek mutatom meg. Ugye ezt mindenki ismeri. Nem adom körben, mert mindenki ismeri. Egy mutassam? Valakinek is. Na a lényeg az az, hogy ez konkrétan Kunmadarasról van, a Meszelős Boristól. Meszelős Boris egy cigányasszony, aki híresen nagyon jó tippan meszelőt készített, amivel régen ugye a házakat meg az ólakat meszelték. És én nekem mutattak is emberek ilyen tippan meszelőket, és hát ugye egy növényt, egy fűfélét általában a levél aljáról meg a tetejéről tudunk meghatározni, a tippa meszelőnek csak az alja meg a teteje van levágva. Tehát kaptam ilyen levél közepeket, a Penksa Károly kollega segített, megmetszette így, mikroszkóba betette, és kiderült, hogy ez a növény a meszelő tippan. Tele van a néprajz téves beazonosítással, most nem megyek bele annak a részleteibe, az a lényeg, hogy ez a faj a meszelőtippan, titkolják a lelőhelyét, ezért általában a népfazosok nem is tudják legyűjteni, hogy melyik növény, mert nem mutatják meg a gyűjtők nekik. És ezt a kender fésűt használta a Boris néni, és ezzel fésülte ki a tippan meszelőt a meszelőtippant, nem, a meszelőtippant a tippan meszelőhöz. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy a pásztor gazdája annak a tájnak, ahol legeltet, ez nagyon más jelent Magyarországon, meg Mongóliában. Magyarországon ez azt jelenti, hogy a pásztor, ugye, mint a Bibliában is benne van, hogy művelje azt. És a pásztor, a magyar pásztor úgy áll hozzá a legelőhöz, hogy a tudása szerint alakítja. És itt például pont a Bartos Anyi, aki egyébként ezt a tippanfésűt szerezte nekem, ő egy nádas, kákás, gyékenyes mocsárból réti legelőt alkot a marháival.
tudatosan tapostatja, legelteti és alakítja át. Ami jó a természetvédelemnek is, mert hogy a madarak meg ebbe szeretnek költeni, meg főleg tavasztal tocsogni. Ezzel szemben a mongol pásztor az azt gondolja, hogy ő neki nem feladata a természetnek a kezelése, gondozása. Az ő feladata az, hogy arrébb menjen és hagyja begyógyulni a sebeket, hagyja regenerálódni a legelőt. Ezért van neki téli, tavaszi, nyári, őszi legelője. Nagyobb a terület, de azért több ezer év alatt többféleképpen megoldhatták volna a dolgokat, és ő azt a megoldást választotta, hogy nem nyúl hozzá ahhoz a rendszerhez, nem kezd így kezelni benne, mint ahogy az európai, hanem ő arrébb megy. És nagyon jó egyébként, mert ugye a menedzsment szavunk az a latin manusból van, ugye, amiből a manikűr, tehát ez a kéz, és magyarul is azt mondjuk, hogy kezeljük a helyzetet, kézben tartjuk a dolgokat. A mongol pásztor az, az arrébb megy, az fogja az összes cuccát, és arrébb megy. És amikor a mentalitása is nagyon más, és például amikor azt interjúztuk, hogy akkor a gané az jót tesz-e a legelőnek, attól jobban nő a fű, akkor mondták, hogy igen, igen. És mondom, és akkor így elszórjátok a ganét a gyepen? És akkor nem csak az interjú alany, hanem az egész jurta kuncogni kezdett. Mi? Hogy szórjam szét a ganét, az nem az én dolgom, a szél szétfújja. Másik példa, gyűjtenek ilyen nagy hagymát, ilyen vadhagymát, ilyen nagy, de nem is minden völgyben. Mondtuk nekik, hogy hát mi lenne, ha begyűjtenétek a magot, és akkor elszórnátok a jurtak közelébe is valahova. Ugyanígy az egész jurta kuncog. Tehát nem ez a dolgom. Az a dolgom, hogy vigyázzak arra, ami teremtődött körülöttem, menjek arrébb, ha annak gyógyulása van szüksége, de nem az a dolgom, hogy én irányítsam annak a rendszernek az ökológiáját. Nagyon más az egész logika. És ezért sem szaporodtak úgy túl, mert hogy nem kezdték el erőltetni a tájat, hogy még többet teremjen. Tessék? Nem az tájat túl. Igen, és az a kérdés, hogy Magyarországon volt-e ilyen korszakunk, mikor volt és meddig volt, és még nem tudom, de az a lényeg, hogy ez így az emberben motoszkál. Meg egyáltalán miért, hogy nomád? A nomád nem azt jelenti, hogy mindig másfele megy is, amerre fűvel esik, arra indul, hanem egy nagyon nagy táj van a fejébe, akár 100-200 kilométernyi táj is ott van a fejébe, és egy alapszinten monitorozza, hogy mi történik abban a tájban. És hogyha nála kevés eső esik, akkor ő elindul. És most is pont, amikor jöttünk hazafelé, láttunk egy ilyen 300-400 ló, vagy nem tudom, 2000 birka, meg 200 jak, meg marha, azok éppen elindultak otorra, azaz elmentek 100-200 kilométer egy másik legelőre. De amúgy pedig nagyjából szépen egy tájban, vagy egy viszonylag közeli tájak között mozognak szépen körbe-körbe-körbe, de amikor baj van, akkor képesek kimozdulni. Most a magyar pásztorság kimozdult? Nem, mi nem mozdulunk ki, megpróbálunk mi ott túlélni, ahol vagyunk. Ennek ezer oka van, 100 évese volt hova menni, mégis elmentek akár innen, 1863-ban, innen Dobrudzsába mentek. Tehát nagyon más a mai logika, mint ami volt korábban, de nem tudjuk. Innen simán elmentek a Kopácsi rétre legeltetni, a Tiszára persze, hogy lejártak. Nem, keveset tudunk erről, mind a történelem, mind a néprajz keveset írt erről. De ki na. Volt a tulajdon akkor? Hova? Hogy most, ha elmenne 200 km vagy 100 km arrébb, az kié? Hogy ők mehetnek oda? A mongoloknál úgy van, hogy a legelő az állami tulajdon. Vannak használói, és a használóktól engedélyt kérnek, időnként még bérleti díjat is fizetnek, hogy valami kis ajándékot adnak neki, de az egy alap dolog, igen, hogy ott az közlegelő az egész ország. Nálunk is voltak azért ilyen korszakok, amikor még közlegelő volt. Most így. Tulajdonjogi problémák nem kapcsolódnak hozzá, mégis is szoktak ilyen csinálni, hogy ilyen igen. Na, és rögtön mondjuk, hogy vándorményészek. Na, utolsó gondolatként egy olyat hoznék, hogy most már mondtam különböző példákat,
Egy perzsa tanítványom van, és vele elolvastunk, vagy 60 cikket, meg megnéztünk 40-50 filmet pásztoroknak az ökológiai tudásáról, kimondottan a legelő fű ismeretükről, és azt néztük, hogy ebben mi az univerzális, amit az elején mondtam, hogy mi a magyar, mi az európai, mi az eurázsiai és mi a világ, és ezek most itt univerzális dolgok lesznek, mindenhol a száján, jószág száján át látják a füveket, és a pásztor tanítja a jószágot, a jószág tanítja a pásztort, ez egy alap. Alap az, hogy folyamatosan nézik a pásztorok, hogy miből mennyi van és milyen minőségben, tehát egy állandó monitorozása zajlik a tájnak. Pontosan tudják, hogy ha valamit legeltetnek annak, mi a tápértéke, mi a gyógyhatása, miért akkor legeltetik, miért nem előbb, miért nem később. Mindenhol a pásztor dönt, szigorúbban, kevésbé szigorúan, de a pásztor legeltet, ez egyáltalán, ahol pásztorolás van, és nyilván az amerikai elkerítéses rendszer az másképp működik. Igaz, hogy a pásztor a főnök, de időnként enged a jószágnak, hát mint egy jó tanár. Az egyik trükk, amit alkalmaznak, hogy a különböző típusú legelőket eleve különböző jószággal hasznosítják, hát ezer példa van nálunk is, az ökörlegelő, a disznólegelő, lólegelő, stb. Van egy olyan, egy folyamatos ilyen tervezés van a pásztor fejébe, hogy a szezon végére, ami Magyarországon ugye a karácsony, máshol száraz évszak, nedves évszak, különböző okai vannak az év végének, addigra azért minden fogjon el. Tehát addigra minden legyen benne a marha gyomrába, vagy a birka gyomrába. És ha belegondolunk, hogy mondjuk tavasszal megkapnánk a teljes éléskamrát, és úgy kéne karácsonyig sütnünk, főznünk, hogy végig úgy olyanokat együnk, hogy nyáron inkább ilyet, ősszel inkább olyat, de karácsonyra mind fogjon el a kamrából, akkor érezzük, hogy azért ebben azért van egy nagy tudás. Ahogy ezt csinálják, az egyrészt, hogy van egy időrendje a sztorinak, és van egy térbeli rendje. Tehát állandóan, mikor, hova mozgok, azzal tudja elérni azt, hogy a kamrának melyik részét tegye a jószág. És amikor azt kérdezik tőlük különböző kutatók, hogy na de mitől függ, hogy egy adott növényt megeszik vagy nem, akkor mindenhol ezt válaszolják, hogy az attól függ. Na most, ha belegondolunk mi is, hogy mostan ki mit szeret enni, hát az attól függ, hogy most reggel van, vagy este van, vagy délben van, beteg vagyok, vagy nem vagyok beteg, kirándulok, vagy kapálok, vagy pedig otthon vagyok és ülőmunkát végzek. Tehát ugyanez ez attól függ, hogy ez egy alapélmény. Úgyhogy az egyik üzenete az előadásnak az, hogy igen, a pásztorok nagyon jól tudnak furuljázni. Alapvetően miért is? Van idejük. Van idejük. Aha, és? Ökológia. Ökológia. Pénz. Ezzel üzen a pásztor a jószágnak, hogy nem kell felemelni a fejét, hanem ehet. És ez Perzsiában is így van. Tudja a jószág. Tessék? Ezt tudja a jószág. Ha tudja a jószág, hogy amíg a pásztor furuljázik, addig nem kell felemelni a fejemet. Ugyanezért van kolomb is a jószágon. Énekel például. Fütyülészik. Igen. Más hangszeren játszik. Tehát, hogy ez megint a pénzről, meg az ökológiáról szól. Aztán persze, közben voltak tehetséges pásztorok, akik szedben tudtak furuljázni, meg nyilván unatkoztak is sokszor, de hogy ez megint egy összetettebb történet. A kolombról most nem beszélek majd szerintem a táncházban. Utolsó gondolat, hogy lesz-e 2050-ben pásztor. A nyúlról és a fogolyról úgy döntött a magyar társadalom, hogy nem kell. Tehát nem vigyázunk a nyúlra, fogolyra, ezek ki fognak halni. A kócsagról úgy döntöttünk, hogy kell. Nő a számuk. A szürke marháról úgy döntöttünk, hogy közepesen kell. Onnantól kezdve, hogy úgy döntöttünk, Bodós Annyi bácsi, onnantól kezdve nő a számunk. Megint kell. Már megint kell. Igen. Na most, amíg ennyi repülő repked, addig nem biztos, hogy túl sok pásztorra lesz szükség. Egyébként 300 millióan vannak a Földön.
és a szárazföldek 40%-án csinálnak élelmiszert, fűből, húst. 40%-án. És akkor ez itt a reklám helye, nem a reklám helye, a verbúválás helye, már beszéltük veled, 2026-ban a pásztorok és legelők világéve lesz az ENSZ-be. Melyik két kormány lobbizta ezt ki? Nyilván a mongol és a iráni. Igen. A magyar kormány is megszavazta. Úgyhogy én a következő 4 évben rákészülök erre a 2026-os évre. A pásztor iskolától kezdve egy csomó minden pásztor dolgot szeretnénk csinálni. És ha nem is erre találtuk ki, de csináltunk 2 filmet az elmúlt években. Hoppá! Mind a 2 film rövid film, 3,5 órás. Mind a 2 csak egy délutánról szól, de nagyon izgalmas a története mindkettőnek, mert zöld fűbe legel a egyiken a marha, a másikban a birka. Ennyi a története a filmnek. Annyi a különbség, hogy a szokásos filmekhez képest, hogy itt a Jani meg a Laci végig mesélik ezt a 3,5 órát. A Laci filmjét eddig 100 000-en nézték végig. Tehát a YouTube Analyticsben én látom, hogy melyik percet hányan nézték. Az első 2 percben elvesztem a nézők 50%-át. A maradéknak az egyharmada végignézi. Egyharmada végignézi a 3,5 órát. Meg lehet nézni a kommenteket alatta. A coachoktól, a lelkipásztoron keresztül, a tanárokig és az átlagemberekig mindenféle kommenteket kapunk. És akkor még a reklám helye, hogy holnap délután a Sáfia Lacival kimegyünk a legelőre, és lehet tőle kérdezni. Mikor is indulunk? 2-kor indulunk innen. Ebéd után kimegyünk a Lacival, és aki szeretne tőle kérdezni, vagy szeretne tőle tanulni, erre meg lesz a lehetőség. És jönnek a pásztorasszonyok is, mert tavaly megalakítottuk a magyar a nők a pásztorságban csoportot, hogy ne csak a férfiakat mutogassák mindig a fesztiválokon. Úgyhogy a Ibolya, Sáfia Laci felesége, Ibolya meg Kleiber Zoli felesége, Melinda, és még többen jönnek és mesélnek egy kicsit, illetve várják azokat a környékbeli pásztornőket, akik csatlakoznak a csoporthoz. Eddig 18-an vannak. Köszönöm szépen!